Very nice, good afternoon to you all. Nagyon szép délutánt kívánok mindnyájatoknak. It's a really privilege for us to be here with you. És újra nagy kiváltság, hogy itt lehetünk veletek. And we really enjoy it. You know, yesterday we were in a rural city of Kecel. Tegnap vidéken jártunk, Kecel nevű városban. And we had people from several cities around, you know, pastors and evangelists. Különböző városokból, környékbeli helyekről is jöttek pásztorok, evangélisták, szolgálók. You know, we believe that if we want to see Europe safe, we need to go highways and byways. És hisszük, hogy ahhoz, hogy elérjük Európát, el kell menni a főutakra is, meg a mellékutakra is. You know, we need to have every hand on the board. Minden kézre szükség van a fedélzeten. Every hand is needed. Minden kézre szükség van. You know, that's why we do this one-to-one seminars. És ezért tesszük ezt a one-to-one egyéni evangelizálós szemináriumot is. I believe in bottom of my heart that evangelism is not work for professionals only. Mert a szívemből hiszem, hogy az evangelizálás az nem csak profiknak van. It's not even only the work for people who have giftings of evangelists. Nem csak azoknak a munkája ez, akiknek van az evangélista ajándéka. It's a work for the whole body of Christ. Hanem a Krisztus egész testének a munkája. And maybe you are not very gifted to evangelize. És lehet, hogy neked nincsen olyan nagy ajándékod az evangelizálásra. But there is a great treasure in your life. De mégis van egy nagy kincs az életedben. Something what God did in your life. Valami, amit Isten cselekedett benned. And maybe it's not very colorful testimony. És lehet, hogy ez nem olyan nagy színes bizonyságtétel. But still there is many people around you who will be very happy to hear what God did in your life. De mégis nagyon sok olyan ember van körülötted, aki örömmel meghallgatja, hogy Isten mit tett az életedben. We also want to greet all the people who are watching us on Facebook. Szeretnénk azokat is köszönteni, akik Facebookon vagy más módon követnek bennünket. Just yesterday somebody told me, you preached about this, it was so good. Tegnap valakitől hallottam, hogy jó volt, amikor erről prédikáltál. I asked him, how do you know? És megkérdeztem, hát honnan tudod, ott se voltál? And he told me, I watched your videos from other churches. Mondta, hogy hát megnéztem YouTube-on a videótokat. Yes, so be blessed watching this video. Legyetek áldottak, miközben nézitek ezt a videót. Whenever you watch right now on Facebook Live. Vagy akik Facebookon élőben nézitek most. Or later on. Vagy majd később. So you know what we want to do in these two sessions. Mit szeretnénk ez alatt a két rész alatt tenni? I like to do a 5 minutes recap what we did last month. 5 percben szeretném összefoglalni, hogy miről beszéltünk egy hónappal ezelőtt. We will have a short video where Reinhard will share urgency of evangelism. Aztán lesz majd egy rövid videó, amit meg fogunk mutatni, amelyben Reinhard Bonnke az evangelizálásnak a sürgősségéről, a sürgetőségéről fog and beszélni. Still in the first session we want to touch several very important topics. És még ebben az első részben szeretnénk néhány nagyon fontos témát is átbeszélgetni veletek. Then we will have short break. Aztán utána lesz egy rövid szünet. And if you would like it, we can have a in the beginning of a second session, we can have a questions and answers. És a második résznek az elején, hogyha jónak látjátok, akkor lenne egy ilyen kérdez-felelek rész is. You know, because in these 4 sessions that we have, mert ez alatt a 4 rész alatt, ami volt itt a szemináriumon. Of course we can touch only some points or some topics. Csak néhány területet, néhány témát tudunk érinteni. So maybe you have some questions which we couldn't cover. És lehet, hogy lesznek nektek olyan kérdéseitek, amiket nem beszélgettünk át korábban. So we will try to answer it. Úgyhogy megpróbálunk majd ezekre is válaszolni. And then we will go again to the word of God. És aztán újra visszatérünk majd az Isten igéjéhez. And we will build up to the last part where we want to have also prayer of impartation. És akkor már szeretnénk felépíteni azt a részt, ami a végén jön, amikor imádkozunk mindnyájatokért, hogy az Úr adjon nektek valamit. You know, evangelism is about of course understanding the word of God, understanding what we are supposed to do. Az evangelizálás az is, hogy megértjük az Isten igéjét, megértjük, hogy nekünk mi a feladatunk.
But it's always about a Holy Spirit who is like impressing into us, imparting into us. De mindig a Szent Szellem az, aki ezt megerősíti bennünk, aki átadja nekünk ezt az üzenetet. And Holy Spirit put a finger of what you heard, and he will encourage you to be bold and do it. És a Szent Szellem lesz az, aki fogja ezt az üzenetet, amit hallottatok, és ráerősít és megáld benneteket, hogy megértsétek. You know, so just a short recap of what we did last time. Úgyhogy a múlt hónapban, ami volt, arról egy rövid kis áttekintést hadd adjak. You know, the Ministry Christ for All Nations was founded by Evangelist Bonnke. Ugye a Christ for All Nations annak idején Reinhard Bonnke alapította. Whose heart cry is Africa shall be saved. Akinek a szívébe ez a kiáltás született meg, hogy Afrika üdvözülni fog. You know, now after 50 years of his ministry, we can boldly say Africa is being saved. És hogyha visszatekintünk az elmúlt 50 éves szolgálatára, akkor azt mondhatjuk, hogy Afrika már az üdvösség útján halad. There is still a lot to do, of course. Még mindig van nagyon sok minden, amit tennünk kell. But there are places where you can see a mighty, mighty impression, mighty move of God. De vannak olyan helyek már Afrikában, ahol nagyon látványos az Istennek a munkája, amit Isten cselekedett. You know, and we even more after what we've seen in Africa, we are dare to believe and to proclaim Europe shall be saved. És az alapján, amit Afrikában látunk, bátran kimerjük mondani, hogy Európa is üdvözülni fog. And you know, if you want to proclaim something, és hogyha valamit ki akarsz hirdetni, and believing something, és valamibe akarsz hinni, you need to do something for it. Akkor ezért valamit tenned is kell. This is something in your heart. Valami, ami a szívedben van. And then action follows. Akkor követik a cselekedeteid. You know, we are not a daydreamer. Nem vagyunk ilyen nappali álmodozók. You know, we just don't want to think about wonderful things that God will maybe sometimes hopefully do. Nem csak álmodozni akarunk, hogy jó Isten majd valamikor valami nagyon szép dolgot fog tenni. So if we proclaim Europe shall be saved. Hanem amikor kihirdetjük, megvalljuk, hogy Európa üdvözülni fog. Yes, we believe that there will come a mighty wave of Holy Spirit of the revival in many, many places in Europe. Akkor ezzel azt valljuk meg, hogy Isten szelleme hatalmas módon fog kiáradni, és ébredések fognak jönni nagyon sok helyre Európában. But at the same time we ask, what can I do now? De ugyanakkor felteszem magamnak a kérdést, hogy mit tudok én ezért tenni ma. You know, there was a period when about 10-15 years ago when many people proclaimed we are expecting a revival. 10-15 évvel ezelőtt gyakran elhangzott az, hogy mi várjuk az ébredést, várakozunk az ébredést. I once heard Evangelist Bonnke commenting on it. Egyszer hallottam Bonnkét, ahogy kommentálta ezt a mondatot. While I am waiting for revival, I want to lead another million people to be saved. Azt mondja, amíg mások várnak az ébredésre, addig én egy másik millió embert akarok üdvösségre vezetni. So in praise the Lord. Dicsőség az Úrnak. So in our context, you know, while we are waiting for the mighty wave of revival in Europe. Úgyhogy miközben várunk az ébredésre Európában Isten hatalmas mozdulására. We want to see our neighbors saved. We want to see our families saved. Szeretnénk közben látni, ahogy a szomszédaink megtérnek, vagy a családtagjaink megtérnek. And maybe in this gospel campaign that will go together with fire conference, we want to see few thousand people saved. És talán éppen ezen a evangelizáción, ami augusztusban lesz, fogunk látni ezreket megtérni. Or maybe 10,000 people saved. Vagy talán tízezreket. You know, whenever you proclaim something, amit kihirdetsz, you are kind of binding yourself. Oda kötöd magadat valójában. You know, Reinhard Bonnke about in year 2000 he believed that there will be a mighty wave of salvation in Africa. 2000-ben Bonnkénak Isten volt egy ilyen látás, hogy Afrikában hatalmas megtérési hullámok lesznek. And he proclaimed we will see 100 million people in the next decade. És kihirdette, hogy a következő évtizedben 100 millió lélek fog megtérni. And there really came a wonderful wave of revival in several countries. És ezt követte több országban hatalmas ébredés. And you know, when we count people saved, we count heads, not fingers. És amikor a megtérők számát számoljuk össze,
akkor nem a kezük, nem az ujjaikat számoljuk össze, hanem a fejüket. You know, when we speak about a soul saved, we are speaking about people who filled the reply card and gave us their contact. Mert amikor azt mondjuk, hogy egy ember megtért, akkor számunkra ez azt jelenti, hogy elfogadta az urat, kitöltötte azt a kérdőívet, azt a visszajelző lapot, és visszaadta nekünk. So Bonke said, we will see 100 million people saved. És amikor Bonke kimondja, hogy 100 millió embert fogunk látni, üdvözülni. And then because we count heads, we counted 55 million. És mivel a fejeket számoljuk, ezért attól kezdve 55 millió embert számoltunk össze, akik megtértek. And somebody came and was questioning, 55 is not 100, isn't it? És akkor valaki jön, és azt mondja, de hát az 55 az nem 100 millió. You know, if Bonke would say we will see 5 million saved. Hogyha mondjuk Bonke azt mondta volna, hogy 5 millió ember fog megtérni. We could be bold and say we have 11 times more, we have 55 million. Akkor bátran ki tudnánk mondani, hogy 11-szeres növekedés lett ahhoz képest, mint amit megvallott. But because he said 100. De mivel 100 milliót mondott. Some funny people come and say, well, it's not 100, it's only quote unquote 55. Jöttek az okoskodók, hogy de ez csak 55 millió. I don't mind. Engem ez nem érdekel. You know, we want to listen from the God. Mert Istentől hear akarunk from God. Hallani. Istentől akarunk hallani. And I really believe. És én szívemmel hiszem. That if we will pray. Hogyha imádkozunk. And believe. És hiszünk. And work. És munkálkodunk is. We will see mighty things in Hungary this year. Akkor Magyarországon is hatalmas dolgokat fogunk megtapasztalni. So you know, during this campaign. Úgyhogy ez alatt a kampány alatt. We want to do something to reach out to the whole society. Egy olyan dolgot szeretnénk, amivel az egész társadalmat el tudjuk érni. We want to distribute a brochures which are called From Minus to Plus. Szeretnénk egy kis könyvecskét vagy brosúrát terjeszteni, aminek az a cím, hogy Minuszból Pluszba. Now I am praying for 500,000 brochures distributed in Budapest and cities all around Hungary. És én azért imádkozom, hogy 500,000 brosúrát tudjunk kiosztani itt Budapesten, meg a környező helyeken. We still don't have money in our pocket. Erre még nincsen a zsebünkben a pénz. And it's not only about money. És ez nem is a pénzről szól elsősorban. It's also about people on fire. Hanem olyan emberekről, akik tűzben vannak az Úrért. You know, just yesterday we shared in Ketzel what we want to do. Tegnap Ketzelen is megosztottuk, hogy mit akarunk tenni. And we felt that the heart of this pastor was like jumping. És azt éreztük, hogy annak a gyülekezetnek, a pásztorának a szíve szinte kiugrik a helyéből. So I believe that they will be happy to distribute brochures all around this little city. És biztos vagyok benne, hogy meg lesz a készség is bennük, hogy a saját városukba terjesszék ezt a brosúrát. You know, if you want to see a harvest, hogyha szeretnél látni aratást, you need to do something for it. Akkor azért valamit tenned kell. Prepare ground. Elő kell készíteni a talajt. This is prayer. Ez az ima. Faith, fasting. Hit, a bőjt. And then you go and you see the sow the seed. És aztán kimész a földre és elveted a magot. You know, that's what we do with this little brochures. És ezzel a brosúrával mi ezt a magvetést végezzük. It's seeding and inviting for the crusade that we will do now in August. Egyszerre magvetés és meghívó is az augusztusi alkalomra ez a kis brosúra. But you know, the brochure itself has a power of seed. De a brosúrában benne van a magnak az ereje. You know, and from our experience, we distributed these brochures in Germany, in Britain, in Scandinavia. És ezt tapasztalatból mondhatom, mert nagyon sok helyen, skandináv országokban, Németországban, Nagy-Britanniában terjesztettük ezt a brosúrát. And recently I spoke with one of pastor who was in the committee for Sweden. És nemrég beszélgettem a svéd kuratóriumi tagunk egyikével. And he told me that the results were overwhelming. The first week they got 14,000 reply cards. És azt mondta, hogy olyan hatalmas volt a visszajelzés, hogy az első héten 14,000 visszajelző lap érkezett ebben. And what is very very exciting about the seed? És ami nagyon jó a magban, it doesn't corrupt. Az, hogy a mag nem romlik el. You know, people can have this brochure in their shelf for years. Lehet, hogy évekig ott áll a polcon ez a kis brosúra. And that's really happening. És ez nagyon gyakran meg is történik. You know, we have people after 20 years. Hogyha hallunk emberekről, 20 évvel később veszik le a polcról. Reaching out for the brochure that maybe their parents received. Talán még a szüleik kapták azt a brosúrát.
And they read it. És leveszik a posztról, elkezdik olvasni. And they call our offices. És felhívják valamelyik irodánkat. You know, and they say, I want to be saved. És azt mondják, hogy meg akarok térni. Hallelujah, we want to see a mighty revival. Hatalmas ébredést akarunk látni. And we will see a harvest now. És látjuk az aratást most. And we also will do something for the next harvest. És a következő aratásig is akarunk valamit tenni. Praise the Lord. Dicsőség az Úrnak. So you know, we call these one-to-one seminars seminars about personal evangelism for non-evangelists. Ezeket a szemináriumokat, amiket one-to-one szemináriumnak hívunk, ezeket az egyéni evangelizálás témájában hirdettük meg, mert olyanokat akarunk, akik nem aktívak az evangélium hirdetésében. Simply because we realize that there is a big number of people in church who are not equipped or gifted to be evangelist. Mert azt látjuk, hogy nagyon sok olyan ember van a gyülekezetben, akinek nincs meg az ajándéka arra, hogy evangelista legyen. Does it mean that they are disqualified, that cannot do anything? És akkor ez azt jelenti, hogy ők ki vannak ebből zárva, ők nem tudnak tenni semmit ezért? No, not at all. Egyáltalán nem ezt jelenti. You know, you have your story, and that's something that you can use. Ahogy mondtam, neked is van egy történeted, amit Isten tud használni. No, I'm still recapping what we did last time. Úgyhogy még mindig arról beszélek, hogy az elmúlt alkalommal miről volt szó. And my 5 minutes turned to 15. És az 5 perc, amit ígértem, már 15 percre. So do bear with me. Úgyhogy, is it okay? Hogy azért jó ez így, ugye? You know, maybe you remember that we also spoke about the scale, how it goes with unbeliever or some religious people that they may be very far from Jesus, and then they come to the point because of prayer and because of your activities. És hogyha emlékeztek még, hogyha itt voltatok, arra a skálára, a mínusz 10-es pontnál kezdődő skálára, amikor valaki teljesen idegen Istentől, semmit nem tud róla, szkeptikus vagy ellenséges, és hogyan kezd el közeledni a nulla pontig, hogy Istent befogadja Jézust a szívébe, mindez az imának a hatására, a bizonyságtételeknek a hatására. You preach my message. No, you were too long. Azt mondja, milyen okay. Hosszan prédikálsz. No problem. Yeah, he know it already. So our task as evangelist. Úgyhogy a mi feladatunk evangélistaként is to love people. Az, hogy szeressük az embereket. And get them from this point minus 10 to the place where they are open and ready to receive Jesus. És attól a távoli mínusz 10 pontból elhozzuk őket a nulla pontba, amikor befogadják Jézust a szívükbe. And then lead them in discipleship and in the growth in Christ. És aztán itt nem ér véget, hanem vezetjük őket tovább a tanítványságba, a krisztusi érett korra. Last thing that I want to remind you. És az utolsó dolog, amire emlékeztetni szeretnélek benneteket. Was the simple fact. Az az egyszerű tény. That there is a million of different methods. Hogy milliónyi különböző módszer van az evangelizálásra. Different ways how you can share gospel. Különböző módok, hogy hogyan oszd meg az evangéliumot. You know, and if you want to find out which suits you the best. És hogyha meg akarod érteni, meg akarod találni, hogy melyik számodra a legalkalmasabb. The most easy way is to test and try. Akkor ennek a legegyszerűbb módja az, hogy kipróbálod magadat mindegyiben. And then you will realize street evangelism is nice, but it's not really good for me. És aztán kiértékelt, hogy utcai evangelizáció jó volt, de azért ez annyira nem rám szabott. Maybe I like cake evangelism. I bring a little cake and little smile to my neighbors and friends. Vagy a torta evangelizáció, amikor valakinek készítesz egy tortát és elviszed. És ilyen módon and I try to use these simple things to be closer and more friend with them. És ilyen módon mutatsz barátságot feléjük, és lesz egy kapcsolat ebből. Or maybe you are very analytical person and you like to go very deep. Az is lehet, hogy ilyen analitikus elme vagy, aki nagyon mélyre szeret ásni különböző dolgokban. Wonderful. Ez is csodálatos. You know, there are always people who are asking very difficult questions on Facebook, everywhere. Mindig vannak olyan emberek, akik ilyen komplikált kérdéseket tesznek fel, mondjuk a Facebookon, kommentekben. You know, and street evangelism shouldn't answer the questions of academical world. Az utcai evangelista nem tud az akadémiai világnak válaszokat adni. And the opposite is the same. És visszafelé ugyanez igaz. You know, you cannot have professor doing street evangelism. Professzorok nem a legjobb utcai evangelisták.
You know, those are different areas. Ezek különböző területek. And as there is so many different people. És mivel olyan sok ember van. All of these ways or methods are important, are very valid. Mindezek a módszerek, módok, utak, ezek nagyon fontosak és értékesek. So now we would like to go and show you a short video. Na, most ezek után szeretnénk megmutatni egy rövid kis videót nektek. Every sphere of life cries out for the gospel like a fish gasping on the river bank for water. The world's needs are vast enough for everyone to see, and it would take a book to describe them all. If anything can help the woes of the globe, the gospel ranks at the top of the list. God made us all, and He loves us. He had no intention that people would go to hell. He went to the extreme to prevent that from happening. He gave His very Son to die for us on Calvary. The Bible plainly says that hell was not made for man, but for the devil and his angels. God loves His children and wants them to share heaven with Him. Jesus did not come as a scourge. He bared His own back to the scourge, not theirs. He showed them the ultimate reality behind the universe, a heart beating with infinite longing and concern over every one of His creatures. And the more sunken in the pit they were, the more He bled for them. That is the true spirit of evangelism. I know people are going to hell, and if I care about them, I should warn them. But warn them as if they were my own children walking on the brink of a volcano. When I was a young man, I had an experience that profoundly changed my whole life and ministry. I had a meeting in North Germany. It was wonderful. The people responded to the gospel. I was very, very glad. At the end of the service, I stood at the exit, shaking hands with the people as they left, when suddenly the Holy Spirit spoke in my heart and said, "Behind you is a young lady that is about to leave." I turned around, and indeed there she was. I got her by her arm. I said, "Excuse me, have you already received Jesus Christ as your Savior?" To my surprise, tears gushed out of her eyes. She said, "No, I haven't. I want to, but I can't." I said, "Now why can't you find salvation tonight in Jesus Christ?" She said, "Because I've got a boyfriend who hates Jesus." I said, "Wait a minute. If you have a boyfriend who hates Jesus, you've got the wrong boyfriend altogether." "No," she said, "but I love him so much. I love him so much. I love him so much." She pulled herself loose. She walked out of the door. It was night. The next morning, I sat at the breakfast table eating, when a friend of mine rushed in and said, "Did you hear? Did you hear? Something terrible has happened outside." I said, "What happened?" It turned out that that very girl from the night before had been killed in an accident. When I heard that, my breakfast got stuck in my throat. I slipped off my chair.
and I started to pray. I said, oh Lord, had I preached clear enough and with the necessary urgency? The Lord spoke to me, comforted me and said, you have done everything you could have done. But still, since that day, I vowed to God that I'm going to preach the gospel with all clarity and simplicity and urgency that even a child could understand. You know, the first principle that I want to start with today, az első alapelv, amivel szeretném ma kezdeni, is a simple fact that evangelism is a teamwork. Az az egyszerű tény, hogy az evangelizálás az egy csapatmunka. You know, there is a director with Jesus. Mindig van egy Holy Spirit. Van egy főnök, az Atya, a Fiú, a Szent Szellem. And then there are actors. És vannak szereplők. It can be you or me. Aki lehetsz te, lehetek én. Your friends. A barátaid. You know, and God is using us. És Isten használ bennünket. To encounter people around us with His Holy Spirit. Hogy az ő Szent Szellemével az emberek találkozzanak. You know, Apostle Paul explained it very simply in 1 Corinthians 3:6-9. Pál apostol az 1 Korintus 3:6-9-ben nagyon egyszerűen magyarázza ezt el. Maybe you can read it. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who makes things grow. Azt mondja az 1 Korintus 3:6-9-ig, én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Ezért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert az Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. So you finished verse 9? 9, yes. Okay, very good, thank you. You know, everybody who has a little evangelistic heart and a gift of evangelism. Mindenki, akiben van egy kis evangelizálós szív, akinek van ajándéka erre. We all like the moment when somebody say, yes, I want to receive Jesus. Mi nagyon szeretjük, amikor egy ember eljut addig a pontig, hogy Jézus mellett dönt. So precious time. Ez egy nagyon drága idő. You know, but we all need to realize one thing. De egy dolgot mindannyiunknak fel kell ismerni. To get somebody to this point when he say, yes, I want to receive Jesus. Hogy valakinek eljutni eddig a pontig, hogy azt mondja, hogy be akarom fogadni Jézust. It's usually more complex work. Ez egy nagyon komplikált, egy nagyon összetett történet. Yes, there are people. Igen, vannak olyan emberek, who can hear the gospel for the first time in their life. Akik életükben először hallják az evangéliumot. And they are so ready somehow. És annyira készek. They just say, yes, I want to do it right now. És azt mondják, igen, akarom ezt most azonnal. I've heard such testimonies just hallottam én is ilyen történeteket. Few months ago. Néhány hónappal ezelőtt is. But it is very big kind of big exception. De ezek inkább kivételek. In my experience I find out. A saját tapasztalatból azt találtam. That what I remember, hogy amire emlékszem, the Lord was preparing me for minimally for 2 or 3 years. Hogy az Úr legalább minimális esetben is 2-3 évig készített engem. Maybe it was even more. Talán még több is. You know, so many times people are like here, like very, very no interest in God. Úgyhogy az emberek legtöbbször itt vannak, hogy egyáltalán nem érdekli őket Isten. And somebody comes to them. És aztán valaki oda jön hozzájuk. And maybe share some little word. És valamit megoszt velük. In our context, you know, many times people are asking questions, you know, how the world was created. Hogy ilyeneket, hogy teremtődött a világ. Why there is so many different churches? Miért van annyi egyház a világon? So many different religious streams. Miért van annyi sok vallásos szervezet? So we can kind of accidentally touch some of these topics. És így véletlenül is akár eljuthatunk ilyen beszélgetésekben. Or the people are not only listening to our words. Vagy az emberek nem csak a szavainkat hallják. They are also observing our life. Hanem figyelik az életünket is. Somebody said not everybody is reading Bible, but many people is reading your life. Ugye van ez a mondat, hogy nem mindenki olvassa a Bibliát, de mindenki olvassa a te életedet. So even that the situation that you are peaceful in the time which is
very difficult for you or for whoever else. Úgyhogy amikor olyan helyzetben is vagy, amikor nagyon békés vagy, akár nagyon nehéz helyzeted van, can be a testimony for somebody. Az valaki számára egy bizonyság lehet. Getting him step by step to the moment. És eljuttathatja őt lépésről lépésre, addig a pillanatig, when the evangelist come, amikor jön egy evangélista, and ask the question. És felteszi a kérdést. Do you understand what God did for you? Megértetted, hogy mit tett érted Isten? Yes. És azt válaszolja, hogy igen. So do you know what you can do now? És most tudod, hogy mit tehetsz? You can receive Jesus. Befogadhatod Jézust. Do you want to do it? Szeretnéd ezt megtenni? Yes, I do. Igen, szeretném. So this is moment that we always love so much. Ez az a pillanat, amit annyira szeretünk. And many times it's in our mindset is kind of this is the evangelism. És nagyon gyakran úgy gondolkodunk, hogy na ez az evangelizálás. Praying with somebody who is receiving Christ. Amikor valakiért imádkozol, aki éppen befogadja Krisztust. I call this a cherry on the top of the cake. De én ezt úgy hívom, hogy a torta tetején a kis cseresznye, a kis dísz. You know, this is rather a reward of evangelist. Ez az evangelistáknak a jutalma. The work of evangelist is more difficult. De az evangelista munkája ennél sokkal nehezebb. You preach the word. Hirdeted az igét. And you see ambivalent people are not interested. És aztán látsz, ilyen egyáltalán nem érdeklődő embereket. Or people are sarcastic, you know, sarcastic. Vagy ilyen szarkasztikus módon reagáló embereket. No, people have a lot of different masks. Az emberek nagyon sokféle maszkot hordanak. And our work is to get them from this point minus 10 to this point where they want to do it. És a mi feladatunk, hogy arról a minusz 10-es pontról elhozzuk őket a megtérésig. Oops. And this work, sorry. And this work is usually a teamwork. És ez a munka, ez általában egy csapatmunka eredménye. I will tell you a very kind of interesting or funny story. Hadd mondjak el egy vicces történetet. You know, we have a good friends. Van egy jó barátunk. And they are lawyers. Jó barátaink, ők ügyvédek. And we know them for well over 25 years. És már több mint 25 éve ismerjük őket. You know, when we first got to know them. És amikor először találkoztunk velük. He was very educated, but I would say very ignorant to the things of God. Akkor a férfi nagyon művelt volt, nagyon képzett volt, de Istenről semmit nem tudott. And she was probably hurt by something which happened in church. És a felesége meg hallott valamit, ami a gyülekezetben történt. That's what we felt. In fact, I never asked her. Soha nem kérdeztük meg, de valahogy ez volt az érzésünk. You know what we did? És mit tettünk? Step by step. Lépésről lépésre. We shared with them. Beszélgettünk velük. And you know, then we gave them some book from maybe you know a teacher Derek Prince. Aztán adtunk nekik, hogyha ismeritek Derek Prince-től egy-két könyvet nekik. And they probably read the book. És aztán valószínűleg el is olvasták ezeket and, you know, a könyveket. Then they gave me some very tricky questions. Aztán you know. Ilyen trükkös kérdéseket tettek fel nekem. You know that this gentleman asked me a question, you know, if there is a God, why does he allow such a stupid system as democracy? Ilyen kérdéseket, hogyha tényleg van Isten, akkor miért engedi meg, hogy ilyen őrült rendszer működtesse a világot, mint a demokrácia? Why doesn't he arrange it that there is somebody who is enlightened and very smart and very good and the man like this is kind of like quote and quote good dictator. Miért nem lehet, vagy miért nem csinálta úgy a dolgokat, hogy lenne egy megvilágosodott, brilliáns elme, akire rábízhatnák a világ irányítását, egyfajta ilyen kegyes diktátor. No, this is not an easy question. Hát ez nem könnyű kérdés. But I just simply answered him. De én egyszerűen azt válaszoltam neki. You know, you are very close to God's heart. He really wanted to have enlightened leaders, you know, anointed judges and kings. Mondom neki, hogy nagyon közel vagy Isten szívéhez, mert ő valóban azt akarja, hogy a vezetők, a királyok, a főemberek, azok megvilágosodjanak, és Isten szerint vezessék a népüket. So we continued with them. Úgyhogy hát sokáig beszélgettünk velük. And we didn't have too much reaction from the lady. És az asszonytól nem sok visszajelzés érkezett. Her name is Lucia. Luciának hívták. You know, and but my wife is was connected with her talking about kids, etc., etc. De a feleségem azért kapcsolatban volt, ilyen női dolgokról beszélgettek, gyereknevelésről, ilyenekről. And then there was kind of like some interruption in our contacts. Aztán volt egy kis kihagyás a kapcsolatunkban. And suddenly Lucia was calling us. És aztán egyszer Lucia felhívott bennünket telefonon. And my wife came to me and said, "Do you know what happened?" És a feleségem meg rohant oda hozzám. Tudod, mi történt? She got born again. Megtért. I was
How? Hogyan tért meg? We are working so hard to get them to Christ, and suddenly they call us that they are born again. Éveken keresztül olyan keményen dolgoztunk velük, és aztán már nem volt kapcsolat, most már megtérnek. Ez hogy lehet? It's very ridiculous, you know. És tényleg. Just bear with me, you know. You know, it happened that Lucia was she has good heart, and she was helping one gentleman in the village who has some case about property with a Catholic church. So az történt, hogy ahova ők elköltöztek, ott az egyik környezetükben egy embernek pere volt a római katolikus egyházzal. And it happened that she had to go to the local priest and the local bishop. És ő képviselte a perben ezt a felet, és nagyon sokszor el kellett menni a katolikus paphoz vagy a püspökhöz. She was coming as an advocate for their opposite side, you know. És hát az ellentét vagy az ellenfélnek az ügyvéde volt, a védő ügyvéde. But you know, finally it happened that when they were kind of like discussing this matter, these legal matters. De mégis miközben tárgyalták ezeket a törvényes dolgokat. At the same time they spoke about gospel. Ugyanakkor a pap beszélt neki az evangéliumról. No, in such a strange way. Úgyhogy ez ilyen furcsa mód. She came to Christ. De megtért Krisztushoz. I couldn't believe it. És el se tudtam hinni, amikor mondtam. I was thinking this is unfair. És azt mondtam, hogy hát ez nem igazságos. Pentecostal charismatic preacher trying to get her to Christ. Pünkösdi karizmatikus prédikátor éveken át próbálkozik vele. And then she goes somewhere else. És aztán elmegy valahova máshova. But you know, we should have in a good way a kingdom mentality. De kell, hogy legyen jó módon egy az Isten országa mentalitása. I know it's many times misused, this kingdom mentality, a church mentality. Sokszor van visszaélés ezzel, hogy most az Isten országának a mentalitásában élünk, vagy a gyülekezeti mentalitásban. What I want to say that. De amit akarok mondani. The most important thing is that people are saved. Hogy a legfontosabb dolog, hogy az emberek megtérjenek. You know, my mother-in-law. Az én anyósom. For a long time. Hosszú időn keresztül. She was going to evangelical church. Járt az evangelikus templomba. Because it was kind of like good setting for her. Mert számára ez úgy jó volt. You know, she was reading books about healing, and she was giving it to her evangelical friends. És ott olvasott könyveket a gyógyulásról, meg sokakkal beszélgetett. And I was also kind of like jealous, you know, why does she go there? Why doesn't she go to our church? És ebben az esetben is egy kicsit úgy irigykedtem, hogy miért nem hozzánk jár, miért az evangélikusokhoz? And then I realized, be happy that she's saved. De aztán felismertem, hogy örülj neki, Brett, legalább megtért. Good. Did I tell you a story how she was saved? Mondtam a történetét, hogy hogyan tért meg az anyósom? It's a story about prayer. Az imának a története, az ő megtérése. Sorry, I don't remember exactly what I said. Nem emlékszem már mindenre, hogy amit itt mondtam, vagy máshol mondtam. You know, so the teamwork, let's finish the teamwork. De fejezzük most be a csapatmunkát. So you know, just be a witness. Hogy legyél bizonyságtevő. Do a little thing. Legyél tanú. Tegyél egy kis dolgot meg. If you can do a bigger thing. Hogyha tudsz nagyobbat is megtenni. Share small word. Akkor oszd meg egy igét. Share your full testimony if you have opportunity. Hogyha van lehetőséged, oszd meg az egész bizonyságodat. Share gospel if you can. Oszd meg az evangéliumot, hogyha van rá lehetőséged. But remember, you are a member of the great team. De emlékezz mindig arra, hogy te egy nagyobb csapatnak vagy a tagja. Which is directed by the Holy Spirit. Amelyet a Szent Szellem vezényel. And don't be jealous if somebody will call you and tell you, I'm born again and it's you didn't lead him to Christ. És ne irigykedj arra az esetre, amikor valaki felhív, hogy megtért, és nem rajtad keresztül. You know, I heard story from one American PK, preacher's kid. Hallottam egy amerikai prédikátornak a fiát bizonyságot tenni. He is now a pastor of a very nice church. Ő most egy nagy gyülekezetnek a pásztora már. You know, as a teenager he was running from church, running from parents. De 10 éves korában ő elmenekült a gyülekezettől, elmenekült a szüleitől. You know, there are kind of emotional crises which whoever can go through, like preacher's kids, you know, sometimes he was preacher's wife. Mert még lelkészeknek és pásztoroknak a gyermeke is kerülhetnek olyan lelki nehézségbe, hogy így döntenek. So he was on the run. Úgyhogy ő futott el and szülői háztól. He was stopping car on the streets. És az egyik főúton éppen stoppolt. There was a nice dedicated man and he was taking him by car. És egy autós megállt, felvette őt. And he was speaking to him as to his
beloved son. És egy keresztény ember volt, és úgy beszélt ehhez a fiatal emberhez, mintha a saját gyereke lenne. Sharing his heart. Megosztotta vele a szívét. And then they stopped. És aztán megálltak, amikor odaértek. The PK get out of the car. A srác kiszállt az autóból. And the car was on the way. Az autó pedig tovább haladt. And the this youngster say. És ez a fiatal ember akkor elmondta. You know, when I get out of the car. Ugye, amikor kiszálltam az autóból. I knelt down and I start to cry. Akkor ott az úttesten én letérdeltem és elkezdtem sírni. I was sírni. Crying my tears. És ott sírtam. I was so deeply touched by annyira the Spirit. Annyira mélyen megérintett a Szent Szellem. You know the driver, he didn't have a reward of evangelist at lehet, this moment. Lehet, hogy ez az ember, aki felvette őt, soha nem tudta meg, hogy mi történt. But nem did, kapott érte jutalmat. He did his job, very good job. De megtette, ami tőle telt. A munkáját elvégezte. And he helped this young boy to come back to Christ. És segített ennek a fiatal embernek, hogy visszataláljon Krisztushoz. You know, this is a teamwork. Ez egy csapatmunka volt. We are part of a Jesus team. És mi részesei vagyunk a Jézus somebody teamnek. Somebody plays like this, somebody plays like that. Valaki így játszik, valaki így játszik. And somebody should go. Valaki meg belövi a gólt. And everybody rejoices. És mindenki örvendezik. And there is a big party in the heaven. És a mennyben pedig nagy ünnepség. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dicsőség az Úrnak. You know, there's other important topic that I want to share with you. Egy másik fontos téma, amit szeretnék megosztani veletek. It's a prayer. Az az imádság. You know, evangelism and prayer. Az evangelizálás és az imádság. Always need to go together. Ez mindig együtt kell, hogy járjon. You know, Bonke say. Bonke azt szokta mondani. Evangelism without prayer. Hogy az evangelizálás ima nélkül. It's like an explosive without detonator. Az olyan, mint a robbanóanyag detonátor nélkül. You know, you can have great explosive. Lehet neked nagy robbanóanyagod. But you have to put in the detonator. De hogyha nem kapcsolod azt hozzá a detonátorhoz. And then you know, it's the American movies, you know. Ugye az amerikai ilyen filmekben szokták mutatni ezt. You know, this detonator and explosive is like evangelism and prayer. A detonátor meg a robbanóanyag az olyan, mint az imádság, meg az evangelizálás. You know, some people loves to pray. Vannak, akik szeretnek imádkozni. You know, they want to fast and want to do big fight. Akik szeretnek böjtölni, nagy szellemi harcokat vívni. But you know, you can pray for 100 years. De tudod, 100 évig is imádkozhatsz. Unless you go and preach. De ha nem mész ki, és nem kezdesz el prédikálni is. Nothing happens. Akkor semmi nem fog történni. You know, it's a word which is anointed by Holy Spirit which brings the fruit. Mert az ige, amit a Szent Szellem felken, az hoz gyümölcsöt. There are other extremes. Vannak más szélsőségek is. People who want to run all around and preach and shout the gospel all around. Emberek, akik mindenfelé futkároznak és kiabálják, hirdetik az evangéliumot. But there is no substance, no deepness, no nincsen mélysége annak, amit tesznek. Nincsen. You know, they cannot connect with people and they are not connected with God. Nincsenek kapcsolatban az emberekkel, nincsenek kapcsolatban Istennel. They are like a big megaphone but without substance. Olyanok, mint egy nagy megafon, de nincs lényeg benne, nincsen valóság benne. You know, we need to go hand in hand. A kettőnek kéz a kézbe kell, hogy működjön. You need to pray. Kell, hogy imádkozz. And then preach. És aztán prédikálj. You pray, what can I do for my father? What can I do for my friend? Imádkozz, hogy mit tehetek az apámért, mit tehetek az én barátomért. You know, there is so many things and we cannot make our mind what how maybe I can give some brochure or should I call him? És nagyon sok dolog van, hogyan tudom őt elérni? Adjak neki egy brosúrát? Felhívjam őt? Can I preach or what? Vagy prédikáljak neki? You know, that's about Holy Spirit. Ez a Szent Szellem munkája. You know, we said First Timothy 3:15. Mondtuk az 1 Timóteus 3:15-ben. You know, let the Jesus is holy in your heart. Hogy Jézus szenteljétek meg a szívetekben. You know, if Jesus is holy in our heart. Hogyha Jézus meg van szentelve a szívünkben. You know, then we can give an account of our faith. Akkor tudunk számot adni a hitünkről másoknak. You know, when Jesus is number one. Amikor Jézus a number one, az egyes számú. You know, we have him in our heart. És ő van a mi szívünkben. And people can see it in our face. Akkor ezt az emberek látni fogják az arcunkon is. So prayer and evangelism. Imádság és evangelizálás. And in terms of reaching somebody for Christ. És hogy valakit hogy érjünk el Krisztus számára. We need to be like this
persistent widow. Olyanoknak kell lennünk, mint az az özvegyasszony, aki a bírót állandóan nyaggatta. Maybe you can read Luke 18:22. Talán el is olvashatjuk, ez a Lukács 18-ban van leírva, 2-től 8-ig. It's the story of a persistent lady. She was asking for her justice, and the judge who was not very az özvegy asszonyról szól, aki faithful man. A bíróhoz ment. Okay, go ahead and read it. De inkább fel is olvasom. Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegy asszony, és elméne ahhoz, mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akará egy ideig, de azután mondta ő magában, jól lehet Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járván, ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond-e hamis bíró. Hát az Isten nem áll le bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar, mindazonáltal az embernek fia, amikor eljő, vajon talál-e hitet a földön? No, this is the story of one persistent woman. Ez egy álhatatos asszonynak a története. She just go again and again. Újra, meg újra, meg újra ment a bíróhoz. She doesn't quit. Nem adta fel. She, if they get her out of the door, she goes through the window. Hogyha kidobták az ajtón, bemászott az ablakon. And if everything is closed, she waits on the streets for the judge. És hogyha már mindent bezártak előtte, akkor ott az utcán várta, hogy megjöjjön a bíró. She's just asking and asking. Kérte és kérte és kérte. You know, God is much better than this judge. Ugye, Isten mennyivel jobb, mint ez a bíró volt? But I think that this is like a provoking idea for us. De ez egy nagyon provokáló történet. You know, just have a lesson from this persistent lady. És nagyon sokat tanulhatunk ettől az álhatatos asszonytól. You know, many times we say, I prayed and nothing happened, so probably it's not the will of God. Nagyon sokszor mondjuk, hát én már imádkoztam egyszer ezért, nem történt meg, lehet, hogy nem az Isten akarata ez. You know, if it's about your children, de hogyha mondjuk a gyerekedről van szó, you will find another way how to pray. Akkor meg fogod találni a módját, hogy imádkozz érte. You will find another way how to pray. Meg fogod találni a módját, and hogy you will fast. Imádkozz érte, és and you will ask your friends to pray with you. És megkéred az ismerőseidet, hogy imádkozzanak veled. You just don't want to let it go. Nem engeded el, mert you just don't, you, mert tudod, hogy milyen értékes. You just simply don't do not want to hear words no. Nem akarod azt a választ hallani, hogy nem. You want to hear yes. Hanem igent akarsz hallani. You are persistent. És ezért álhatatos, kitartó vagy. Because it's about somebody who you love. Miért? Mert egy olyan valakiről van szó, akit szeretsz. You know, evangelism is so much about love. Az evangelizálás az leginkább erről a szeretetről szól. You remember when I spoke about these generals of evangelism? Emlékeztek, beszéltem az evangelizálásnak ezekről a tábornokairól. Like Bonke or mint maybe Bonke, Kolenda or Kolenda. Maybe Todd White. Todd White. You know, the one of most important things that we can learn from these guys. Az egyik legfontosabb dolog, amit ezektől az emberektől megtanulhatsz. It is not to repeat their message and try to preach it on the street. Az nem az, hogy bemagolod az ő prédikációjukat, és akkor ugyanolyan stílusba kimész az utcára és hirdeted. What is much better is to see their heart. Ami sokkal fontosabb ennél, hogy lásd az ő szívüket. How they cry for people. Hogy hogyan sírnak az emberekért. How they love people. Hogyan szeretik az embereket. You know how they are persistent in what they do. Hogy mennyire kitartóak és álhatatosak abban, amit tesznek. Because not everybody is called to Africa. Mert nem mindenkit fog Isten elhívni Afrikába. But love is a general calling. De a szeretetre mindenki kapott elhívást. Love is for everybody. A szeretet az mindenki számára adatott. You know, and you maybe you're not called to Africa to love Africans. És lehet, hogy téged Isten nem Afrikába hívott el, hogy az afrikaiakat szeresd. But we have people around us. De vannak emberek körülötted. The sphere of influence. A te befolyási köröd ott van körülötted. And they are our mission field. És ezek az emberek, ami missziós mezőnk. Persistent. Úgyhogy legyél álhatatos. You know, many times people grumble and they say, you know, I've invited three friends for evangelism and one couldn't come because it was too hot. Another thought it's too much raining and the last one told me that he need to go for some whatever
holidays. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy de hát meghívtam három embert az ismerősi körömből, az egyik az időjárás miatt nem jött el, a másiknak dolga volt, a harmadik megint kitalált valamit, azért, hogy ne kelljen eljönnie. You know, I want to tell you a little secret. Szeretnék egy kis titkot mondani nektek. If you want to get somebody for gospel campaign. Ha szeretné valakit elhívni az evangelizációra, now is good time to start to work on it. Már most jó ideje van ennek, hogy elkezd. We are preparing people. Mert most már elő kell készíteni az embereket. You know, maybe you just call him and ask him, how are you doing? És miért nem hívod fel? Miért nem kérdezed meg, hogy hogy vagy? Especially it applies to people who you are reconnecting after some time. Különösen olyanokra igaz ez, akikkel már régóta nincs kapcsolatod, és megpróbálod újra felmelegíteni ezt a kapcsolatot. You know, maybe you remember what I preached last time. Hogyha emlékeztek rá, hogy mit prédikáltam múlt alkalommal. Do you remember Christian ghetto? Emlékeztek arról a keresztény gettóról beszéltem. You know what is Christian ghetto? Tudjátok, mi a keresztény gettó? It is situation where we live only in the church. Az, amikor már olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor minden, amit We have wonderful church friends. Csodálatos gyülekezeti terveink vannak. All our activities are in church. Csodálatos barátaink vannak a gyülekezetben. Our children go to kindergarten, then to elementary school, all in church. A gyerekeink keresztény iskolába járnak. Minden dolgunk gyakorlatilag a gyülekezetben zajlik. You know, church is a rescue boat. A gyülekezet az egy mentőhajó. Not a pleasure boat. És nem egy ilyen luxushajó. Not a hidden place where we should hide ourselves before this world. Nem egy olyan védett hely, ahova elrejtőzünk a világnak a zajai elől. If we want to get out of our Christian ghetto. Hogyha ki akarunk törni ebből a keresztény gettóból. When I realized that I'm in living in the Christian world. Amikor én erre rájöttem, hogy gyakorlatilag a keresztény világban mozgok csak. I was asking myself, what can I do? Akkor az volt a kérdés, hogy mit tehetek ez ellen? And then I realized, okay, you have so many schoolmates. És akkor arra jutottam, hogy hát egy csomó iskolai volt osztálytársam van. High school. Az általános iskolából, középiskolából. This job where I was working. A munkahelyemről, no, my neighbors, my friends for childhood. Szomszédaim, ott vannak a gyerekkori ismerőseim. I realized there is so many people. És arra jutottam, hogy rengeteg ember van, akivel felvehetem a kapcsolatot. So I start to ask, who should I talk first? És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy na, ki legyen az első, akivel felmelegítem ezt a kapcsolatot. You don't have like 50 hours to call to your 500 friends. Mert mit tudom, van 500 barátom, nincs annyi időm, hogy mindenkit felhívja. You know, if you want to reconnect with some of your friends. De hogyha mondjuk valakivel újra fel akarod venni a kapcsolatot. Maybe God is putting on your heart somebody. Talán Isten valakit a szívedre helyez. You know, this is the time. Akkor most van az ideje ennek. Because usually it needs few weeks or months. Mert általában hetek, hónapokra van szükség. To prepare his heart to be ready to listen. Ahhoz, hogy felkészítsd a szívét arra, hogy valóban meghallgasson. You know, we are not doing teleshopping. Mi nem teleshoppingot csinálunk. Come for gospel. Gyertek el az evangelizációra. You will get this brochure. You will fogtok kapni brosúrát. As extra you will get whatever else. És még mást is fogtok kapni, csak gyertek el. No, we are about love. Nem, a mi dolgunk az a szeretet. We have the real interest in people. És kell, hogy valódi figyelmet mutassunk az emberek felé. Your evangelism doesn't make that you will have a mark in your calendar. I did it. Okay, I wasn't able to do it this day, so I will do it twice this day. Az evangelizás az nem azt jelenti, hogy a határidő naplódba kipipálod az elvégzendő feladatokat, hogy ez is megvan, hát ez ma jövő héten lesz meg, de majd meg lesz. No, it's about love. Nem, az evangelizás az a szeretetről szól. We love people and we are interested in them. Szeretjük az embereket, és érdekel az életük. You know, the persistence in prayer. Kell, hogy legyen ez a kitartás az imádságban. You know, when there was an earthquake in Armenia. Amikor Örményországban volt egy nagy földrengés. It was in 88 something. 1988-ban volt, ha jól emlékszem. You know, we were just new believers. Akkoriban még friss hívők voltunk. And my wife start to pray very persistently for her mother. És a feleségem nagyon kitartóan kezdett el abba az időbe az anyukájáért imádkozni. She was waking up in the night praying for her mother. Éjszaka fölkeltette az Úr, csak azért, hogy imádkozzon az anyukájáért. You know, this situation with earthquake where several thousand people died was kind of like shocking for her. Egy ilyen háttérrel, amikor ott Örményországban több ezer ember meghalt,
földrengés következtében, tehát úgy érezte, hogy nagyon sürgős, hogy imádkozzon az édesanyjáért. What would happen if something like this, well, we don't have earthquakes, but whatever else can happen, and my mother would die and wouldn't hear the gospel. Hogy ilyenkor az az embernek eszébe jut, hogy mi lenne, ha itt történne ilyen dolog, bár nálunk azért földrengés ritka, de ha valami nagy katasztrófa történne, és mondjuk meghalna benne az édesanyám. No, and then we had a gospel campaign. És aztán volt egy evangelizációnk. It was a nice reformed church in the center of Prague. Prágában volt, a központban egy református gyülekezetben. It was nice setting. Nagyon jó, minden szép volt a környezet. And she was religious, mother, my mother-in-law was religious. És az anyósom, ő egy vallásos asszony volt. So I think that she liked the setting. Úgyhogy szerintem neki tetszett ez a templomi légkör. So we invited her. Úgyhogy meghívtuk erre az evangelizációra. And then she called and say. És aztán felhívott és azt mondja. I cannot come. Oh, mégse tudok elmenni. A neighbor told me that she has a tickets to theater. Mert az egyik szomszédom azt mondta, hogy van egy szabad jegye. And it's exactly the same day and exactly the same hour. A színházi előadásra, és ez pont arra esik, amikor ez az evangelizáció is lesz. So we prayed. Úgyhogy tovább imádkoztunk érte. My wife prayed very, very hard. Feleségem nagyon erőteljesen imádkozott érte. Mother-in-law is calling again. És akkor újra hívott az anyós. You know, these tickets are for the evening and your campaign is in the afternoon, so I can come. Közben rájöttem, hogy ez a színházi jegy, ez az estére szól. A ti evangelizációtok meg délután lesz, úgyhogy mégiscsak el tudok menni. So she came, she was born again. Úgyhogy eljött, újjászületett azon az alkalmon. Next day she's calling. És next day she's calling again. A másnap újra hív. You know, something happened. Azt mondja, valami történt. These tickets were really for the afternoon. Hogy igazából ezek a színházjegyek mégiscsak délutára szóltak But volna, nem estére. My neighbor somehow messed it up. De valahogy a szomszéd összekeverte a dolgokat. So, but I'm happy I could go for your crusade. De örülök neki, mert így legalább el tudtam menni az evangelizációra. You know all these excuses from the people. You know, I don't have time. I need to go to this. I need to go to that. Úgyhogy ismerjük ezeket a mentegetőzéseket, ugye emberek, hogy nincs időm, mert ezt kell csinálnom. Nincs időm, mert oda megy. Remember, we have a secret weapon. De emlékezzetek, hogy van egy titkos fegyverünk ilyen esetre. Power of prayer. Az imádságnak az ereje. Angels are mobilized when they hear our prayers. Amikor hallják az imáinkat, akkor az angyalok mozgolódnak és and they change the letters on the tickets to theater. És megváltoztatják a színházi jegyen a kezdési időpontot. You know, so let's believe like this, you know. Úgyhogy higgyünk ilyen módon. Yes, there are always excuses. Igen, mindig vannak az embereknek kifogásai, meg mentségei. Power of prayer. De van az imának ereje. You know, teamwork. A csapatmunka. Teamwork and prayer. Csapatmunka és az imádság. So do you like it? Tetszett ez az üzenet? Are you happy? Örültek? Good. Praise Jó. The Lord. Dicsőség az Úrnak. So, I wanted to say something more. Még akarok valamit mondani ezzel kapcsolatban. Yeah, it will come, don't worry. Majd később mondom ezt akkor. Yeah. So, you know, we're praying for our people that we want to get to campaign. Úgyhogy imádkoznunk kell azokért az emberekért, akiket meg akarunk hívni az evangelizációra. You know, I had always a little problem. Nekem mindig volt egy kis problémám. I always was a part of the organizer and or the team that was organizing something. Én mindig ezeknek a rendezvényeknek, eseményeknek a szervezője voltam. Benne voltam a szervező bizottságban. And I realized I have no time to pray and to invite my friends and my relatives. És arra jutottam, hogy nincs időm azért, hogy imádkozzam a családtagjaimért, a rokonaimért, akiket meg akarok hívni. You know, I realized, well, I am like everything preparing, but no, my friends are here. És akkor arra jutottam, hogy mindent előkészítek, mindent megszervezek, de nincs itt senki az én ismerősi körömből. And this is not good. És ez nem helyes. You know, it's good to work hard for the kingdom. Jó az Isten országáért keményen dolgozni. But you know, family and friends need to be first. De kell, hogy első legyen a család. You need to always find way how to make it happen. És kell, hogy kitaláld, megértsd, hogy hogyan tudod őket elhozni. You know, so once we had a little campaign. Egyszer volt egy kisebb evangelizációnk.
You know, and we well several times in fact. Többször is volt ilyen. But one specific moment I remember. Egy konkrét esetre emlékszem. There was another one that I tell you later. Meg van egy másik is, amit majd később mondok el nektek. You know, we had an American astronaut coming to Prague. Egy amerikai űrhajós jött Prágába. And I still was like preparing a lot of things and doing a press conference with him and many things. És hát neki is én szerveztem az alkalmát, sajtótájékoztatót, meg ilyeneket kellett szerveznem neki. We as a family we decided that we will invite so many people. De családban eldöntöttük, hogy nagyon sokakat meg fogunk hívni erre az alkalomra. With prayer and with everything. És sokat imádkoztunk, és több mindent tettünk ezért. We invited 22 people. És 22 embert meghívtunk. And you know what happened? És tudjátok, hogy mi történt? 20 came. 20 eljött közülük. You know, we realized another thing. És akkor felismertünk még egy dolgot. It's a lot of, it's too much. Ez túl sok ember. Because you know, you always work with, they always have like individual questions. Ugye, mert minden embernek megvannak a maga egyéni kérdései. But it doesn't matter. De ez nem számít. You know, because we had at the time the next day to call to those who left because we didn't have time for them at the meeting. És hát másokat kellett aktivizálnunk, mert nekünk nem volt időnk ott az alkalmon foglalkozni velünk, mert szervezők voltunk. Yeah, another thing. Vagy egy másik dolog. We had another guy for a crusade. Egy másik emberről szól. It was small one like I was pastoring a small church and egy kisebb gyülekezetet pásztoroltam. It was maybe 30 people. Talán 30-an voltunk a gyülekezetben. But we had a campaign and it happened that we had like 200 people, like completely strangers. És volt egyszer egy evangelizációnk, és több mint 200 vadidegen ember eljött az alkalomra. It's such a joy, you know. Ez milyen nagy öröm, ugye? And you know, if whatever you do or whatever you want to do for this campaign. És bármi, amit teszel egy ilyen evangelizációért. Just remember the biggest treasure. Emlékezz, hogy a legnagyobb érték. Are people around you. Azok a körülötted levő emberek. To see their life changed. Hogy amikor látod az ő életüket megváltozni. You know, in one of our crusades, it was in Slovakia. Szlovákiában volt egy evangelizációm. I visited the city few weeks after the campaign. És néhány héttel a kampány után újra meglátogattam ezt a várost. I was asking people what happened, what how were reactions of their friends. És megkérdeztem az embereket, hogy mégis milyen gyümölcsei lettek ennek az alkalomnak, hogy a barátaik, ismerőseik, hogy élték ezt meg. And we heard so many different testimonies, but I remember one which was very nice. És nagyon sok jó bizonyságot hallottunk, de egyre nagyon jól emlékszem. There was a guy who distributed DVDs all around the city. Volt egy fiatal ember, aki DVD-ket terjesztett az alkalommal kapcsolatban az egész városban. At this time we distributed DVDs, not brochures. Abban az időben még DVD-ket terjesztettünk és nem brosúrát az alkalmak előtt. So you know, this man was very busy. És ez az ember nagyon elfoglalt volt. And you know, then he told me, you know, I met my schoolmate. És aztán mondta, hogy ott közben találkoztam osztálytársammal. From the university. Az egyetemről. You know, I remember him as a man who never had any interest in Jesus, in any testimonies, in anything. És úgy emlékeztem erre az emberre, mint aki soha nem érdeklődött az evangélium iránt. Istent teljesen kizárta az életéből. And I met him there and he was leaning to the wall. És akkor egyszer csak találkoztam vele az utcán, így döntötte a falat. I asked him what happened. És megkérdeztem tőle, hogy mi történt veled. And you know, it evidently was under power of Holy Spirit, you know. És a Szent Szellemnek az ereje alatt volt ez az ember. And he was, I was touched by something. Azt mondja, hogy it was so strong. Valami nagyon erősen megérintett. You know, the boy say, you know, I could never imagine that something like this can happen to him. És ez a barátom mondta, hogy el nem tudtam volna képzelni, hogy ezzel az emberrel ilyen dolgok történhetnek. You know, this is a reward of our work. Ez a jutalma a mi munkánknak. To see that how people are touched by Holy Spirit. Amikor látjuk, hogy embereket megérinti a Szent Szellem. People with empty eyes have Jesus suddenly in their eyes. Olyan emberek, akiknek addig üres volt a tekintetük, most Jézussal lesz tele a tekintetük. You know, drug addicts changing their life for fathers of nice families. Kábítószeresek, akik példás családapák, családanyák lesznek később. It's all such a joy. És ez olyan nagy öröm. Hallelujah. Hallelujah. So, praise the Lord. Dicsőség az Úrnak. Yeah. So where we are. Yeah, we still have a little time. Még van egy kis időnk az első részből. What I want to do. Yeah.
You know, we are very much talking about the heart of evangelist. Nagyon sokat beszéltünk az evangelistának a szívéről. About our motives. A motivációjáról. About our thinking, about who we are, what shall we do. A gondolkodásról, hogy kik vagyunk, hogy mit kell tennünk. In fact, we don't have too much time to be very specific and practical in training how to share gospel. Valójában nem tudunk mélyen belemenni abba, hogy hogyan lehetünk hatékony evangélisták, hogyan tudjuk hatékonyan megosztani, you know, az evangéliumot. When I was a young believer, de amikor én fiatal hívő voltam, we had a simply teaching which was called fisherman's course. Akkor volt egy ilyen nagyon egyszerű tanítás, aminek az volt a neve, hogy halászat szeminárium vagy like tanfolyam. Fisherman of people, of yeah, course, yeah. Emberhalász tanfolyam. You know, I believe that this is something very important. Mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. To train how to make your testimony. Hogy kiképezzünk embereket arra, hogy hogyan tudják a bizonyságtételüket elmondani. In the second part of this evening we will touch it. És majd a második részben erről is fogunk beszélni. And other thing. Egy másik dolog. Is to understand what do you believe. Hogy megértsük, hogy miben is hiszünk. You know, I realize that many times as people are going to the church. Nagyon sokan eljárnak a gyülekezetbe. They are born again maybe for 20 years. És lehet, hogy már 20 éve újjászülettek. They somehow know what they are believe. És valamilyen módon tudják azért, hogy mit hisznek. But if somebody asks them simple question. De ha valaki akár csak egy egyszerű kérdést is feltesz nekik. They have hard time to explain it. Akkor nagyon nehéz nekik erre válaszolni. So you know there is several different methods. És van többféle módszer. And you know you can find the training for it. És ezeket tanítják is, erre vannak tanfolyamok. I just find out that you have this how is the booklet 1 minute or what, igen, what is it? Igen, például most találkoztam itt Magyarországon az egy perces bizonyság című kis brosúrával, hogy egy perc alatt hogyan tudod elmondani az evangéliumot egy idegen embernek. Yeah, you know there are simple tools. Tehát vannak ilyen eszközök az evangelizáláshoz. That will help you to realize what you believe and how to share it in a compact way. Amik segítenek abban, hogy átgondolt, hogy miben is hisz, meg hogy ezt hogy oszd meg. You know when I was young we were taught to kind of like explain evangelism on the something that which we called bridge. Nekünk amikor fiatalok voltunk, azt tanították, hogy az evangelizálás az olyan, mint egy hidépítés. You know other people use so called 4 spiritual laws. Mások használják ez a 4 szellemi törvény. You know, first law, man is in the sin. Az első, hogy az emberiség bűnben él. Second law, God is, if you know this law, you can help me. Ugye, tudjátok ezt a négyet, nem tudom, hogy... God is righteous. Hogy Isten igazságos. And God is love. És Isten szeretet. And first law is, you have to accept him. És hogy neked el kell őt fogadnod. You know, the first law explained to people... What's your problem? Az első törvény, szellemi törvény elmagyarázza, hogy mi az embernek a baja. The problem of people is that they go far away from God. És az embereknek a problémája az, hogy távol kerülnek Istentől. And you know God is righteous, he cannot tolerate. És Isten igaz, ezt nem tudja tolerálni. You know he must be righteous. És ezért igaznak kell bizonyulnia. He cannot change himself. És ő nem tudja megváltoztatni önmagát. But at the same time he's love. De ugyanakkor ő a szeretet is. And he's loving the prodigal sons. És a szerető Isten szereti ezeket a tékozló fiakat. He's loving those who are hating him. Szereti azokat, akik őt gyűlölik. So you know that's his the dynamics of his personality. És ez a kettő az ő, mind a kettő az ő természetének a része. And as a consequence of his righteousness. És az ő igazságosságának a következménye. We have to understand that there is a judgment for us. Hogy ítélet van az embereken. But as a consequence of his love. De az ő szeretetének a következménye. He took this judgment on himself. Az, hogy ezt az ítéletet ő saját magára felvette. Now it's up to you to receive it. És most már csak rajtad múlik, hogy befogadod-e őt. You know what is tricky about these all these methods? Ami ezekben a módszerekben trükkös. That usually you don't use them in this full version. Hogy általában nem használjuk a teljes anyagot belőle. You know, usually you doesn't have time when, let's say, you speak to your neighbor. Hogyha mondjuk a szomszédoddal beszélgetsz, akkor nem tudod ezt úgy teljességében elmondani. And typically people have some question. És az embereknek pedig vannak tipikus kérdéseik. And you have maybe short time to answer their question and to feed their spiritual hunger.
hunger. És csak nagyon kevés időd van arra, hogy ezekre válaszolni tudj, és az ő szellemi éhségüket valahogy kielégítsd. You need to have the whole picture, what is salvation. De kell, hogy legyen egy átfogó képed arra, hogy mi az üdvösség. But if somebody is asking you why there is so much suffering in this world. De hogyha most valaki odaáll eléd és azt mondja, de miért van annyi szenvedés a világban? You need to answer this question. Akkor neked erre kell koncentrálnod, ezt a kérdést kell. And you cannot answer, you cannot preach him whole gospel at this moment. És akkor nem hirdetheted neki az egész evangéliumot. It's like these encounters with God. 1, 2, 3, 4, 5. Encounter with Holy Spirit. Hanem Isten majd használ másokat rá, tehát találkozik majd másokkal is, akik Istenről beszélnek neki. You know, you need to be sensitive to the person. Kell, hogy érzékeny legyél a felé az ember felé, akivel beszélsz. But I like these trainings. De én szeretem ezeket a különböző tanfolyamokat. And I very much recommend it to everybody who wants to be effective in sharing gospel. És mindenkinek nagyon javaslom ilyeneken a részvételt, aki hatékonyan akar evangelizálni. You know, we will speak a little bit more about testimony in the next session. A következő részben egy kicsit fogunk beszélgetni a bizonyságtételről. And again, you know, when I was young. Amikor fiatal voltam. You know, we were taught to share our testimony in 200 words. Akkor azt tanították nekünk, hogy próbáld megfogalmazni 200 szóban a bizonyságtételedet. You know, because usually people are asking you a question. Mert az emberek általában kérdéseket tesznek fel. And they don't have 2 hours to listen to your whole story. 2 órájuk arra, hogy az egész történetedet kimerítően hallják. And if you learn how to share the story or a gospel in a compact way. De hogyha megtanulod, hogy hogyan tud a bizonyságtételedet vagy az evangéliumot ilyen kompakt módon elmondani. If you know how to express the heart of the story, röviden, tudod a történetnek a szívét elmondani. What is important part of it? Hogy mi az igazán lényeges belőle? And what is like the cream? És mi a körítés? Then you can do it in a short way or in the long way. Akkor tudod, akár rövid idő áll rendelkezésedre, akár hosszabb idő, el tudod mondani. So it's just a teaser for the next session. Ez majd a következő részben. So we will have how many 10 minutes? Úgyhogy most 10 perc szünetünk lesz körülbelül. We will have 10 minutes a break. Akkor 10 perces szünetünk lesz. And you know, in the next session. És a következő részben we probably will start with questions and answers. A kérdések felelet időszak jön. Feltettétek a kérdéseiteket. I hope Attila will come to answer the most complicated questions. Remélem, hogy a nehezebb kérdésekhez jön majd az Attila, és ő fog válaszolni rájuk. Just a second. Then we will go to testimony and some more points. Beszélünk a bizonyságtételről, meg egy-két másik dologról. And we will build up for the last impartation moment with prayers. És aztán utána pedig már készülünk a közös imádságra. Okay.